Sokat gondolkodtam azon, hogy mivel töltöm majd a nyugdíjas éveimet, és arra jöttem rá, hogy mivel azt az életet élem, amit szeretek, és azokat a dolgokat teszem, amiket szeretek, ezért tulajdonképpen én azt szeretném, ha a nyugdíjas korom is ugyanezekkel a dolgokkal telne, csak egy kicsit még szabadabban gazdálkodhassak majd az időmmel, és egy kicsit még, hát hogy is mondjam, vadabb módon utazhassam körbe mondjuk azokat a helyeket, ahová még szeretnék ellátogatni, vagy szeretnék visszatérni, mert jól éreztem ott magam valaha. Alapvetően nagyon-nagyon szeretem azt, hogy újságíróként gyorsan kell dolgoznom, és mindig az aktuális eseményekhez igazodnom, de jó lenne megtapasztalni az hosszú időn keresztül, hogy tényleg csak azt és akkor írok, ami éppen eszembe jut, ami bennem van, és majd persze a szerkesztésnél ezt normális formába kell önteni, de a szabadságot szeretném e tekintetben megtapasztalni. Hogyha a hobbikat nézzük, a zene és a foci. Nagyon-nagyon szeretem a megyei bajnoki mérkőzéseket, nagyon szeretek magasabb színvonalú, magasabb osztályú mérkőzésekre járni, és hát szerencsére el is jutottam, már voltam Bajnokok Ligája meccsen, Európa bajnoki meccseken, női Európa bajnoki döntőn, és ezek mind-mind különböző élményt adnak. Úgyhogy minél többféle meccsre szeretnék eljutni. Imádom az alsó osztályú meccseknek a, hát hogy is mondjam, ilyen polírozatlan nyelvezetét, amit ott használnak, meg azt, hogy a sajátomnak érzem, ugye én a megyei kettőben nőttem fel. Hogyha a zenét nézem, ott ugye egyrészt imádom a könnyűzenei fesztiválokat, és az egy ilyen nagyon rendszeres pontja az évemnek, hogy elmegyek például a Szigetre. Voltam idén a Glastonbury Fesztiválon, oda még biztosan szeretnék visszamenni. Szóval minél több fesztiválra, és hát hogyha nem csak a könnyű zenét nézzük, hanem a komoly zenét, azon belül is ugye két nagyon nagy szerelmem van, az opera és az operett. Hogyha sok opera és operett előadásra járhatok, akkor igazából nekem nem nagyon kell aggódnom, hogy majd esetleg így beszűkülök, bezárkózok, bezárok nyugdíjas koromra. Engem szerintem ez fog éltetni, hogy sok-sok jó zenés, színházi élmény, meccs. Majd biztos én leszek az a fehérhajú nénike, aki nagyon csúnyán káromkodik a lelátón, de az is én leszek, aki majd nagyon szépen felöltözve eljön a Csárdás királynő vagy a Toszka bemutatójára. Van bakancslistám, amit azt gondolom, voltam annyira okos, hogy nem kezdtem el nagyon gyorsan mindent kipipálni rajta, tehát nem vagyok megszállottja a bakancslistáknak, de tartom magam ahhoz, hogy évente azért egy-két fontos tételt kipipáljak róla. Ez egy opera bakancslista. A legtöbb utazásomat egyébként meccsek vagy színházi opera előadások köré szervezem, szóval azt szeretném, hogyha a lista mindig bővülne, tehát az nagyon rossz érzés lehet, amikor már mindent kipipált az ember a bakancs listájáról, és nincs hová tovább lépni, nincs mire vágyni. Jó sok operaház van a világon, úgyhogy ezeket lehet látogatni. És hát a másik dolog, ami nagyon fontos szerintem az, hogy másokról gondoskodni. Nekem mindig voltak kutyáim, amióta felnőtt vagyok, és mindig mentett kutyáim voltak, mindig menhelyről fogadtam örökbe, vagy olyan kutyát, akit az utcán találtak. És azt gondolom, hogy bármilyen állat az ember életében nagyon sok mosolyt tud hozni, nagyon sok vidámságot, nagyon sok megható pillanatot, de a mentett állatok valami egészen másfajta
egész másfajta minőségben tudnak szeretni. Én mindig szeretnék megmenteni állatokat, segíteni állatoknak, hogy normális körülmények között éljenek, elfelejtsék azt a sok borzalmat, amit megtapasztaltak. Úgyhogy, hát nem tudom, ha nagyon sok pénzem lesz nyugdíjasként, akkor lehet, hogy lesz egy saját menhelyem. Ha nem lesz annyira sok pénzem, akkor meg 1-2-3, nem tudom hány mentett kutyám. Ugye gondolkodtam, hogy miért a bulldogokat szeretem egyébként. Lehet, hogy a Tom és Jerry gyerekkoromban ilyen hatással volt rám, ugye abban van egy nagy angol bulldog. És én mindig azt szerettem volna, hogyha nekem is lesz egy angol bulldogom. Szóval valahogy én összefortam az ismeretségi körömben a bulldogokkal. Most jelenleg francia bulldogom van, de hát mindenféle ilyen fura arcszerkezetű kutyát nagyon szeretek. Meg úgy egyáltalán az állatokat. És mindig nagyon elgondolkodtató, amikor kimegyek a menhelyre, és azt látom, hogy nagyon sok önkéntes próbálja rendbe hozni azt a sok borzalmat, amit más emberek okoztak ezeknek az állatoknak. Szóval valahogy aktívan szeretnék majd segíteni én is. Ha valamivel hadilábon állok, akkor azok a számok. Én diszkalkuliás vagyok, és hát nem szeretnék mindent erre fogni, de fogalmazunk úgy, hogy sokat kellett tanulnom a pénzről, az anyagiakról, az öngondoskodásról, meg úgy egyáltalán a viszonyomat rendeznem kellett a pénzzel. Nekem ezzel van meló, meg volt is melom, de a tekintetben büszke vagyok magamra, hogy most már tudatosan figyelek arra, hogy tegyek félre a nyugdíjas éveimre.